Én viszont összes birtokaim egyévi teljes jövedelmét a magyar nemzeti nyelvnek gyarapítására ajánlom fel. Alapítassék belőle egy magyar tudós társaság, hogy ne csak keveseké legyen a tudás kiváltsága. Ez volt az a történelmi pillanat, mely Széchenyi István bejelentését követően a Magyar Tudományos Társaság és ezen keresztül a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét eredményezte. Erre a napra emlékezünk a Magyar Tudomány napján. A Wosinski-Mohr megyei múzeum is az évfordulóra időzíti az alkalmat, amikor a kutatók beszámolnak az elmúlt évben végzett munkákról. A Wosinski-Mohr megyei múzeum most már 8 esztendeje legalább a magyar tudomány ünnepéhez igyekszik olyan módon kapcsolódni, hogy egy tudományos ülésszakot, egy délelőttöt áldoz az érdeklődők számára, hogy bemutassuk az adott év tudományos eredményeit. A múzeumunk mint tudományos intézmény egyebek mellett a múzeológusai révén Tolna megye földjének, illetve magának a megyének a történetével foglalkozik, nem csak a tárgyi hagyatékával, hanem a szellemi hagyatékával is, és fontosnak tartjuk azt, hogy így az év végéhez közeledve az adott évi munkákról a múzeológusaink beszámoljanak a nagy közönség számára. Az előadásokból kiadvány készül a népszerű múzeumi évkönyv. A 70-es évek óta gyűjti egy kötetbe az adott esztendő kutatási eredményeit. Az egy nagy hagyományokkal rendelkező periódika. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meg tudjuk jeleníteni, és fontosnak is tartjuk azt, hogy írásban is ezek a tanulmányok megjelenjenek. Tehát az online világban egy kicsit talán avitnak is tűnhet, de mégis mi valahogy hiszünk a könyveknek a hogy mondjam, besületébe, illetve hát azért a könyv azért már az elmúlt 500 esztendőben bizonyított, tehát ami ott megvan, és főleg tudományos szinten azért ez egy nagyon fontos produktum. Természetesen nem zárja ki azt, hogy online térbe is ne legyenek elérhetők ezek a kutatási témák, amelyek megjelennek. Nem csak a múzeumunknak a múzeológusai írnak ebbe az évkönyvbe, hanem külsősök is, akik Tolna megye történetével foglalkoznak, akár nyugdíjas kollégákról lévén szó, vagy akár országos intézményeknek a dolgozóiról. A fontos az, hogy a megyének a történetét ismerjük meg általa. A sorozat több olyan témát is tartalmaz, mely átfogóan elemez egy korszak vagy egy kutatás eredményei. Hiszen visszalapozva a korábbi évkönyvekben megtalálhatók ezek kezdeti lépései. Utalnék például múzeumigazgató elődöm dr. Gál Attilának a minden évben tártípusonként feldolgozott szekszárd palánki ásatására, amely most már azt gondolom, hogy nagyjából végigjárta az abban rejlő lehetőségeket, és reméljük, hogy előbb-utóbb ezt majd egy önálló kötetbe is meg fogjuk tudni előbb-utóbb jeleníteni. Az idei esztendő feltárásaiból és eredményeiből több is méltán kiemelkedik, mondja Ódor János Gábor. Kiemelném a szeptember végén megtartott Rácz konferenciánkhoz lényegében kapcsolódóan a dr. Kánémet Andrásnak azt a falusi pénzhamisító műhelyeket, ami török korban léteztek, az összegyűjtését, illetve bemutatását. Hát ezek a kis anyaggyűjtések, amelyek összeállnak egyre egy nagyobb és szélesebb látókört tesznek lehetővé, hogy az adott korszaknak a belső területeinek, tehát a török hódoltságnak a belső területeinek a belső életébe tudjunk betekintést nyerni. De mondhatnám a dr. Szabó Gézának a kutatását, és aki regői halomsírnak a különböző eredetét, az ottani lehetanyagnak a különböző eredetét próbálja felderíteni. Újdonság az, hogy dr. Vizi Márta például a múzeum palotának a kutatás történetével foglalkozott az elmúlt esztendőben. 1901 és 2 között épült fel ez a neoreneszánsz múzeumpalota. A múzeum alapító igazgatója Wosinski-Mohr támogatásával, illetve hát a Tolna megye, illetve a magyar kormány támogatásával Sikedenc Albert és Herzog Fülöp országszerte ismert építészeknek a tervei alapján gazdagodott a városunk ezzel a kiváló épülettel. A tudományos nap és ezen keresztül a múzeumi évkönyv legfőbb célja Tolna megye történetének megismertetése.